államtitkár zsidózásnak vesz minden, a háborús büntettek garmadáját elkövető Izraellel szembeni kritikus hangnemet, antiszemitizmusnak tekinti azt, hogy Vona Gábor szóvá teszi Orbán Viktornak a kormány és Izrael feltűnően gyors közeledését, és az országban az elmúlt időszakban napvilágot látott izraeli telekspekulációk, és Simon Perez ismert kijelentése ellenére is még több zsidó befektetőt hív, addig sajnos a magyar föld alkotmányos védelmét sem látjuk biztosítottnak. Félünk, hogy majd ebben a témában is csak narancssárga maszatolást fogunk tapasztalni. A magyar mezőgazdaságot az elmúlt 20 évben feláldozták az Európai Unió oltárán, így lettünk Európa egykori éléskamrájából, Európa szeméttelepe, és most a legújabb tervek szerint is legfeljebb Európa szalmakazlává léphetünk elő. Az egykor virágzó Kárpát-medence ma már csak magyar ugarként apostrofálható. A vidéki Magyarország, mely a nemzet megmaradásának záloga kellene legyen, olyannyira lepusztult, elszegényedett, ellehetetlenült, hogy a puszta létükért küzdenek ma már a kistelepülési önkormányzatok és a falvakban élő emberek zöme. Éppen ezért fontosnak tartom az alkotmányban külön figyelmet szentelni annak, hogy az ország bármely pontján élők, különös tekintettel a kistelepülésen élőkre egyenrangú állampolgárként kezelendők, azaz az állam minden eszközzel törekszik a lakosság számára minden településen ugyanazokat az alapjogokat biztosítani. Mindenkit megillet ugyanis a tanuláshoz, a munkához, az egészséges és biztonságos élethez és az rendezett életkörülményekhez való jog, lakjon akár egy kis faluban, akár egy nagyvárosban. Köszönöm figyelmüket, szebb magyar jövőt! Köszönöm, képviselő úr. Felszólásra következik Turi Kovács Béla, a Fidesz képviselője. Képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Az alkotmányozási folyamat meglehetősen, azt kell mondanom, méltatlanul indult, hiszen a szocialista párt, ahelyett, hogy az alkotmányról kezdett volna vitatkozni, elindított egy olyan vitát, hogy szükség van-e az alkotmányozásra. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést egyszer mindenkorra lezárhatjuk. Világos és egyértelmű, hogy a választás során, akik itt kétharmados többséget kaptak, azok lehetőséget és egyben kötelességet nyertek arra, hogy azt az alkotmányos hiányosságot, amely kétségtelenül fennáll, betöltsék, kitöltsék, megvalósítsanak egy új, hosszú távon érvényes alkotmányt. Ha a korábbi alkotmányban minden tökéletes lett volna, mint ahogy nem az, de hiányzik belőle egy olyan preambulum, amely képes arra, hogy ennek az országnak az egységét, ennek a népnek a jövőjét, egyfajta olyan egységet, amely hitet és reménységet tud adni, ha ezt hiányolja, ha ez nincs benne, akkor ez az alkotmány már nem elégséges, nem jó. Ezért először a preambulumról szeretnék szólni. De mielőtt erről szólnék, engedjék meg, és ezt mondanám a tisztelt nézőknek is, mindenkit megnyugtatnánk, hogy az a Fidesz szövetség, amelyhez mi kisgazdák is tartozunk, van olyan sokszínű, olyan sokféle gondolkodású, senkinek nem kell attól tartania, hogy egyetlen gondolati irány fog megjelenni majd abban az alkotmányban, amelyet hitem reményeim szerint elfogadunk előidőben. Ezért a preambulum tekintetében is vannak olyan nézetek, amelyeket például én is képviselek, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek találkozik a nézetével, találkozik mindenkinek a véleményével. Meggyőződésem, helyes és szükséges az a gondolkodás, amely visszautal a magyar történelemre. Helyes és szükséges megjelölni azokat a gyökereket, ahonnan a magyarság önmagát és az önmagat tudatát eredezteti, és amelyben úgy gondolom mindig erőt és lehetőséget nyerhetünk. Ez azonban nem pusztán ezer éves, ez sokkal távolabbi. Következésképpen nem árt, vagy nem ártana, hogyha a gondolkodásunk kiterjedne arra is, hogy azokra a keleti gyökereinkre is utaljunk, ahonnan pedig a mi magyarságunk származik. Fontos-e a kereszténység megjelölése? Azt gondolom, hogy igen, csak nem mindegy, hogy hogyan. Nagyon fontos, hogy a kereszténység, mint keresztény kultúrkör, amely kultúrkörhöz csatlakoztunk, a preambulumba szerepeljen. Ez a kultúrkör ugyanis önmagába foglalja azt a hellén római kultúrát is, amelynek a kereszténység itt Európában egy új, semmihöz nem hasonlítható civilizációját és kultúráját hozta létre. Meggyőződésem, hogy az erre történő egyszerű és helyes utalás
senkinek nem sértheti a világnézetét, senkinek nem sértheti semmiféle elgondolását, hanem világos és egyértelmű valóságát fejezi ki annak, hogy hova tartozunk mi, magyarok. Fontosnak tartom azt is, hogy a preambulum egyfajta nemzeti egységet jelenítsen meg. És ez nem jobbra szól és balra szól, hanem a teljes magyar nemzetre szól. Ennek a megfogalmazása nem egyszerű, de nem is lehetetlen. És én azt gondolom, hogy amikor Salamon Lászlóik erőfeszítéseket tettek, és erőfeszítéseket tettünk, hiszen ennek a bizottságnak magam is tagja voltam, arra, hogy valamiféle közös elképzelést hozzunk létre, akkor hatalmasat hibázott az ellenzék, amikor az obstrukció fegyverét választotta. Tisztelt Ház, az obstrukció ennek az országnak egy ízben már iszonyatos károkat okozott. Talán nem véletlenül mondta Herceg Ferenc annak idején, hogy az az obstrukció, amely a 19. század végén létrejött és kialakult a magyar házban, és amely egészen Tisza István házelnöki tisztségéig terjedt, Magyarország sírásója volt. Ma talán nem itt tartunk, de az kétségtelen, hogy a nemzeti egység megbontásához vezethet. Nagyon rossz utat választottak azok, akik az obstrukciót választották, akár annak azt a formáját, hogy távol maradnak, akár azt a formáját, hogy eleve elhatározzák, hogy semmit nem támogatnak. Nem lehet ez helyes, hiszen ma egy nemzeti egység gondolata mentén szeretnénk és kívánnánk alkotmányozni. Engedtessék meg, hogy én mégiscsak megmaradjak a Salamon László féle, vagy ha úgy tetszik, a közös annak a elképzelésnek, annak a javaslatnak, amely ide a ház elé bekerült a sorrendjénél. Az én számomra is alapvető és rendkívüli fontos dolog a család védelme, a házasság természetes voltának a kihangsúlyozása. Ez nem sérthet senkit. Ennek a helyes megfogalmazása esetén mindössze egy természetes állapotnak a rögzítését jelenti az alkotmány, azt, amit egyébként a természet önmagában megkíván. Következésképpen azt gondolom, hogy itt sértésről senki felé nem lehet szó, nem eshet szó. De nézzük meg ennek a 8. pontját, ahol az alapvető jogok és kötelezettségek és a felelősség és egyben a jogok egységéről esik szó. E kettő nem választható szét. Ezt világosan és egyértelműen rögzítenie kell az alkotmánynak. Ha e kettő szétválik egymástól ebben az országban, nem lehet megteremteni azt a fajta rendet és azt a fajta fellendülést, azt a fajta határozott előrehaladást, amelyet azt hiszem mindannyian kívánunk. A jogok és kötelességek egymást feltételezik. Én nagyon röviden szeretnék szólni, fölmerült egy ötlet, és senkivel nem akarok én most külön vitákat nyitni. De ez a gyermekek utáni szavazati jog, én azt gondolom, ezt talán el kéne felejteni. A cenzusos jog Magyarországon működött egy ideig. Hogy az milyen hatással volt a nemzettudatra, hogy az milyen hatással volt az emberekre, azt én itt nem részletezném. Nagyon határozottan azt gondolom, hogy ezt ejtsük ki a gondolkodási körünkből. Külön szeretnék szólni a sajtószabadságról. Ez most egy olyan tétel, amely európai vizeket is zavar. Nem annyira az európai vizeket, mint az európai baloldalnak egyes prominens, már Párizsban is dicstelenül szereplő személyiségeit. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, igen, a sajtószabadság a magyar alkotmánynak egyik sarkalatos tétele kell majd, hogy legyen. De valamit azért szeretnék elmondani. A sajtószabadságot az én szilárd meggyőződésem szerint, amióta egyáltalán sajtó létezik a nyomtatás föltalálása óta, a legkevésbé talán az állami cenzúra korlátozta szinte mindig az a fajta tőke, amelyik mozgatta. Legyen világos. Nem az jelenik meg egy sajtóba, amit az állam akar, hanem azt, amit a tulajdonos akar. Legyen egyértelmű és világos, hogy az igazi sajtószabadság akkor jelenik meg, hogyha a sajtószabadság nem úgy tesz különbségeket, hogy kinek van sajtója, és kinek nincs sajtója. Ezen bizony túl kell lépni, mert ha ezen nem lépünk túl, akkor a sajtószabadság korlátozását, meg a szabadságbiztosítását lehet majd hangzatosan biztosítani, de az soha nem fog érvényesülni. Gondoljuk egyszer végig, hát Landerer és Heckenász inkább döntötte el, hogy mi jelenik meg nála a nyomdából, mi kerülhet ki, mint amennyire azt eldöntötték az akkori cenzorok. Én ezért azt gondolom, hogy ez egy sarkalatos része annak,
hogy a magyar alkotmányban igyekezzünk egy olyan helyzetet megszilárdítani, biztosítani, ahol a kisebbeknek is lehet szava. Ugye értik, itt egy kicsit önmagunkról is beszélek. Tisztelt Ház, szó volt itt ma már a köztársasági elnöki jogkörökről. E tekintetben az én álláspontom, és talán azoknak az álláspontja, akiknek a nevébe szólok, néhányunk álláspontja, világos, e tekintetben én nem látok szükségszerűséget arra, hogy itt bármiféle bővítésre kerüljön sor. Nem látnám az értelmét annak, hogy itt egyfajta olyan közjogi összeütközés alakuljon ki, akár a miniszterelnöki funkció, akár a köztársasági elnöki funkció között, amely aztán az alkotmányozást tévútra vihetné. Bármilyen nagy tisztelettel is vagyok Salamon László iránt, van valami, amiben végképp nem értünk egyet, pedig az én kisgazda hagyományaim azt diktálnák, hogy erőteljesen támogassam a kétkamarás elképzelést. Jó gondolat a két kamara ott, ahol egyrészt ennek nem olyan hagyományai vannak, mint Magyarországon, amin én elfogadom, túl lehetne lépni, csak a magyar társadalom ma nem ebben az állapotban van. Ha a magyar társadalom mostani állapotában kétkamarás helyzetet teremtenénk, mindenkit biztosítani tudok arról, hogy nem arról lesz szó, hogy itt a szakszervezetek, meg nem tudom milyen civil szervezetek, hanem az erőfölénnyel rendelkező társadalmi rétegek otthona, háza lehetne ez a felsőház. Én nem hiszem, hogy erre ma szükség van. Ma olyan alsóházra van szükség, amely egységesen és világosan a népakaratból és a népakaratra támaszkodva hozza meg azokat a törvényeket a lehető legpontosabban, a lehető leggyorsabban, mert ez is nagyon fontos, nem elkapkodva, de lehető leggyorsabban, mert az országnak erre nagyon nagy szüksége van. Tisztelt Ház! Nem végezetül, hanem a legfontosabb mondandómra szeretnék nagyon röviden rátérni, hiszen úgy tűnik, hogy az idő már el is fogyott. A mi számunkra, azok számára, akik népben és nemzetben gondolkodnak, tartozunk bármikor, bármilyen frakcióhoz, ebből soha nem engedhetünk, világosan szükséges az alkotmányba rögzíteni, és ezt most egyértelműen kellene kimondani, hogy a termőföldünk, a vizeink az nemzeti vagyont képeznek, és a nemzeti vagyonra vonatkozóan ezt is egyértelművé kell tenni, sarkalatos törvényeknek kell csak vagy lehet szabályozókat hozni. Ha ez nem így történik, akkor egy kettőség alakul ki, tisztelt hölgyeim és uraim. Helyes, hogy az állami vagyon tekintetében a mostani javaslat is szabályozókat tartalmaz. Szükség van rá. De a nemzeti vagyonvédelme minden mást, még az állami vagyont is meghaladóan szükséges és megkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy ha a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályozók bekerülnek az alkotmányba, ennek semmiféle ellentéte nincs az Európai Uniós szabályozókkal. Jogunk van arra, hogy valamire azt mondjuk, hogy az nemzeti vagyon. Ha erre nincs jogunk, akkor kár nemzetről beszélni. Egyértelmű, hogy ez a jogunk megvan, és az is, hogy még ha küzdelem lesz is ebből, azt a küzdelmet mindannyiunknak közösen, közös erővel vállalni kell. Tisztelt Ház! Én azt gondolom végezetül, az alkotmányozás most előre mozdíthat valamit. Előre mozdíthat egy olyan nemzeti egységet, amely hitem és meggyőződésem szerint ki lehet nyilvánítani különböző nyilatkozatokkal, ki lehet nyilvánítani különböző beszédekkel, de annak a rögzítése a hosszú távon, reményeink szerint igen hosszú távon való érvényesüléséhez olyan alkotmány kell, amely a nemzet akaratából jön létre. És ezt a nemzeti akaratot mennél nagyobb egységgel itt a házban kell majd megteremteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megköszönöm képviselő felszólását. Felszólással következik Dóra, a Jobbik képviselője. Képviselő asszony, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Meglehetősen furcsának tartom ezt a vitát, és most én nem arra gondolok, hogy az MSZP és az LMP nincsen jelen, hanem magára a parlamenti helyzetre, illetve arra, ami kialakult a sajtóban. Ugye az országgyűlés most vitatkozik az eseti bizottság indítványáról, miközben a sajtóhírek szerint ez az indítványnak néhány része már elavultnak tekinthető, hiszen a Fidesz-KDNP frakcióülése
már ezeknek bizonyos részeiről döntött, illetve előrébb járnak a koalíción belüli viták, mint magában az országgyűlésben zajló viták. Ezért igyekszem lépést tartani ezekkel a sajtóhírekkel is, és ezekre a vitákra is szeretnék a felszólalásomban néhány kérdésben reagálni. Elsőként két olyan javaslatról szeretnék beszélni, amit az Alkotmány előkészítő eseti bizottságban a Jobbik tett meg, és az elfogadásra is került a kormány többség részéről. Ugye nem sok ilyen volt, három volt összesen, ebből kettőt érintenék most. Az első a konstruktív bizalmatlansági indítványnak a megszüntetése, illetve ennek a konstruktív mi voltának a megszüntetése. Ez belekerült ebbe az eseti bizottsági indítványba. Ez ugye azt jelenti magyarán, hogy az új miniszterelnök jelölésére nincsen szükség a bizalmatlansági indítvány megtételekor, azonban a konstruktív mi volt a tehát eltörlésre kerül, de az eljárási szabályok viszont szigorításra kerültek, így nem mondható el az, hogy a parlament erősödött volna a kormánnyal szemben. Tegnap előtt a Magyar Nemzeti Bankról szóló vitában is önök azzal érveltek, hogy a parlamentet erősítik a kormánnyal szemben. Ez most is megtörténhetett volna, de az eljárási szabályok ilyen szigorítása ezt sajnos nem teszi lehetővé. Ugye az szerepel ebben a koncepcióban, hogy az indítványt a képviselők egyharmada terjesztheti elő, eddig egyötöde tehette meg ezt, és egy ülésszak alatt egy képviselő csak egy bizalmatlansági indítvány kezdeményezésének lehet részese. Ezt túlzott szigorításnak tartom, hogy egy ülésszak alatt csak egyszer. 4 év nagyon hosszú idő, azt gondolom, hogy ez nem indokolt, ez a szigorítás. A következő jobbikos javaslat volt a magzati élet védelme, amiben a sajtó már szintén előrébb jár, illetve a koalíciós egyeztetések, illetve viták előrébb járnak, mint mi itt az országgyűlésben, illetve mint ez a javaslat. Sajtóhírek szerint ugye Súrján László európai vitákra hivatkozva vetette el a magzati élet védelmének alkotmányos szabályozását, illetve maga Orbán Viktor pedig az MSZP hazugságaitól és ellenkezésétől félve tartotta bölcsebbnek, úgymond, ennek kivételét a koncepcióból. Nagyon reméljük, hogy ez nem fog megvalósulni, és benne marad a végső normaszövegben is a magzati élet védelme, de hogyha nem, akkor természetesen mi újra be fogjuk nyújtani, mert ezt egy olyan alapvető kérdésnek tartjuk, ami mellett nem lehet elmenni. Másrészt, hogyha például a médiatörvényt tartották annyira fontosnak, hogy ezeket az európai vitákat le tudták folytatni, akkor azt gondolom, hogy a magzati életvédelme is kell, hogy legyen annyira fontos, hogy akár európai vitákat is lefolytassanak ezzel kapcsolatban. A koncepció még tartalmazza az egyenlő választójogot, és ennek megkérdőjelezésének tartom a gyermekek után járó szavazati jogot, amiről Túri Kovács Béla is beszélt. Én osztom az ő véleményét. A Jobbik álláspontja szerint nincsen szükség az egyenlő választójog ilyen és semmilyen megkérdőjelezésére. És az alkotmány módosítása az utolsó, amiről szeretnék beszélni, bár itt is Szájer Józseftől hallhattuk, hogy nem ragaszkodnak ahhoz, hogy két egymást követő ciklus, kétharmaddal módosíthassa csak az alkotmányt. Ez következetlenségnek is tartom az önök részéről. Egy új alkotmány megalkotásához nem fogadnak el ilyen megszorításokat, viszont a módosításához bevezetnék ezt. Azt gondolom, egy új alkotmány megalkotása sokkal nagyobb dolog, nagyobb volumenű dolog, sokkal szigorúbb szabályok kellenének, hogy vonatkozzanak rá, de legalább ugyanolyan szabályok, mint az alkotmány módosítására. És hogyha a módosítással kapcsolatban ezt a szabályt elfogadjuk, akkor az új alaptörvény megalkotásában is el kellene fogadnunk ezt a szabályt, amit szintén sajtónyilatkozatokból tudom, hogy önök nem tesznek meg. Még egy fél percben a Cserpalkovics András délelőtti felszólalására szeretnék reagálni, illetve annak egy részére a mentelmi joggal kapcsolatos gondolataira. Tudják, hogy ez a Jobbiknak nagyon fontos kérdés. Nagyon örülök, hogy felmerül a mentelmi jognak valamilyen szűkítése, illetve újragondolása. Támogatjuk ugye azt, hogy ez megvalósuljon. Ön is, és ez a dokumentum is az országgyűlés integritására hivatkozva tartaná meg a mentelmi jogot, de azt gondoljuk, hogy a képviselői munka alapvetően megváltozott azóta, mióta a mentelmi jog bevezetésre került, illetve ez az intézmény létrejött, ezért is szükség van az újragondolásra, sőt, akár az eltörlésére is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, képviselőasszony. 2 perces reagálásra megadom a szót Salamon Lászlónak, a KDNP képviselőjének. Tisztelt országgyűlés, én örülök, hogyha annak a tételnek, hogy a
emberi élet a fogantatástól kezdődik a gazdai minőségéért, ennek a gondolatnak a szerzőségéért verseny indul a parlamentben. Valóban a Jobbik kérte egy javaslatban, hogy ezt mondjuk ki. Hozzá kell tennem azonban, hogy a Jobbiktól teljesen függetlenül az alapértékek munkacsoport, melyet Tarnai Richárd képviselőtársam vezetett, még jóval azt megelőzően, hogy a Jobbik ezt a szavazást külön kérte a bizottságban, ez a munkacsoport erre az álláspontra jutott.